Jó reggelt mindenkinek, sziasztok, Szabolcs Gaming vagyok. Itt volnánk egy újabb videóban, az utazó vlogok 19. részében. Mai nap pedig egy délalföldi körtúrára vállalkozok a kis operatőrömmel. Megyünk tramtrénezni, és utána pedig csörgő személye Békés Csabára, majd Budapestre. Jó szórakozást kívánok, ördögi intro következik. Na, jön a szegedi tanyajárat, Félegyházara megérkeztünk. Már Szeged alján vagyunk, itt vagyunk Kiskunkorosmánál, itt van a szegedi ipari park. És itt pedig az Aranyhíd Express vonat közlekedik szépen, célállomás a Balaton-Szentgyörgy. Most pedig a vasútról szépen átmegyünk a villamosra. Na és akkor már itt vagyunk a tramtrénnel. Hát nekem kőkemény harmadik utazásom lesz a tramtrénnel. Ugye tavaly decemberben voltam először tramtrénezni,
aztán februárban, utána februárban voltam Vencivel, és most pedig a teljes tramtrént le fogom utazni, innen Szeged vasútállomástól Hódmezővásárhelyig. Na, akkor az egyik kedvenc helyem következik Szegeden, az Aradi Vértanúk tere, amely mellett van a Dóm tér, amelyről ugye már készült videó a Szegedi Dómról. Ugyanis hát voltunk itt februárban kirándulni, akkor utaztunk a tramtrénre, itt van a Hősök kapuja, itt pedig a Dóm tér a Szegedi Dómmal és az ország legnagyobb orgonájával, vagyis legnagyobb hangszerével. Aradi Vértanúk tere. Itt vagyunk az Annak útnál, ami Szeged egyik gyógykútja. Itt van a 4-es villamos. Itt van a szép kis szólótátra. És itt az Annak úti megállóhely. Egyik legforgalmasabb villamos megálló. Nagyon ráközelítek, ott van a Rókusi templom, és ma van Rókus napja, úgyhogy Rókus város Isten éltesse. Na, hagyjuk el Szegedet, most jön Rókus. Rókus vasútállomás következik. És innentől fogva egész Hódmezővásárhely népkertig a 135-ös vonalon haladunk. Itt a Szeged pláza, és a régi 1-es villamosnak a hurkát láthatjuk. Rókus vasútállomás. Az ajtók a jobb oldalon nyithatók. Na, jövünk Algyőre, érkezünk Algyőre. Továbbra is üzenem a mámnak, hogy fontolja meg, hogy a Békés Csaba Szeged személyvonatok itt újra megálljanak. Tartályvonat. A jármű első és utolsó ajtaja nem nyitható. Leszálláshoz kérjük a középső ajtókat vegyék igénybe. Köszönjük! Az ajtók a bal oldalon nyithatók. Na, érkezünk Hódmezővásárhelyi népkert állomásra. Itt látjátok a vonatfogadó vágányokat. Általában az első vágányra a szentesi személy érkezik, a másodikra pedig a szegedi. A tramtrén pedig ide érkezik. Ide az állomás épület mögé. Okos megoldás amúgy meg. Hódmezővásárhelyi népkert vasútállomás. Az ajtók a bal oldalon nyithatók. És most már jön Hódmezővásárhely belszakasza. Érkezünk a Hősök terére. Az azért nem olyan nagy, mint mondjuk Budapesten a Hősök tere, de itt is van Hősök tere.
Hősök tere. Nem tudom mi, de valami meg... Az ajtók a jobb oldalon nyithatók. Nem tudom, de szerintem a Calvin téren volt, ugye Vencének a Márkizai Péteres paródiájában volt Tremtré, hogy szerintem ő ott szállt fel a Calvin téren. Na, érkezünk a Calvin térre. Ami gondolom azért neveznek Calvin térnek, mert itt van a református templom. A luteránusok, az evangélikusok. Ott van az evangélikus templom. Itt van-e? Bocsánat, hogy ellenfényes, de... Calvin János tér. Bocsánat, hogy ellenfény van, az de hát ez van. Na, itt vagyunk Hódmezővásárhelyen. Itt van egy gyurcsgyi, ami Szentesre megy, személyvonatként. Ugye Mindszenten át, ahol az első tremtrénes videón volt. Most pedig várjuk a Szeged Békés Csaba szemét, ami elvileg retro festésű csörgővel lesz. És már érkezik a személy a retro festésű csörgővel. És kettő Bombardier BHV-val. És akkor most a BHV-ban irány Békés Csaba. Ezen a szar pályán, mert őszintén Hódmezővásár és Orosházza között ilyen illesztett pálya van, de olyan szinyok állapotban van. Most következik Kútvölgy állomás. Ez az állomás már csak a feelingje miatt is érdemes levideózni.
van réta, milyen kéztörlő tartó. Ennyi a fecske BH-jának a hozzája. Vasárnap a boci, ma meg a Szentehén. Ez fog vinni minket a keletig. Na hát, érdekes kis asztal. Itt van az egész ország. Én itt lakok. Itt van kis kumassa. Na, indulunk Békés Csabáról. Itt már közben megvolt a mozdonycsere, mert mindjárt megy a vonat Szegedre. 175-ös csörgő, Bendegúz fog majd visszamenni. Ott egy bézé. Ez majd valahova megy személyként, és hátul pedig a szolnoki személyvonat két fecske BHV-ja van. És indul a nagy utazás. Murony fog következni. Murony, aztán Mezőberény, Csárdaszállás, Gyoma, Mezőtúr, Szolnok és Keleti. Na hát itt egy tartályvonat és Murony. Itt van ez a szép állomás épület. Érkezünk Csárdaszállásra. Itt is megmaradt a retro map tábla.
Érkezünk Gyomára. Na, mezőtúrra érkezünk, ahol a BZ-túr. Egy videót idézzek. Itt meg a plehács. Skoda autók, a nyilván cseh mozdon, cseh kocsikkal jár. Na akkor megint WC-muszra, a MÁV Rail Tools használtan vett Schlieren kocsijának WC-je. Itt már vákum WC van, legalább. Itt van a csap, itt a tükör, itt van a kézfertőtlenítő szappan, és a kéztörlő, valamint a WC papír tartó. És itt már gombnyomásra működik minden szinte. Érkezünk Szajorra. Itt van a tragédia emlékműve, ez a betonfal. Most már Szolnok következik. Na, érkezünk Szolnokra. És nem tudom, négyszeres zoommal látszik-e, de... Várjatok csak... De ott van bent a rendező pályaudvaron az egyik nosztalgia festésű púpos. Ekes, hogy a klasszik púpos küldték el a retro hétvégére, pedig van három csíkos is, és érkezünk Szolnokra. A fecskéknek a bázisára, de van itt KISZ is. BZX. Itt már az is korszerűsítés volt, hogy az E60-ra kisznyomta, mert a fecske tényleg nem tudta betartani a menetidőt.
és a 436-os BDT-vel búcsúzok Szolnokról. Itt vagyunk Újszászon, Trainspotting helyen. Na, 60-nal visszögünk, itt vagyunk Tápiószentmártonon. Száguldunk. Megyünk 60 km per órával, valami elképesztő. Ezt én már rég kijavítottam volna. Érkezünk Fűsápra. Itt pedig az S60-as. Dupla flörter. Rákosnál, és most csatlakozunk rá a 80-ára, és közösen futunk a keletiig. Még egy 10 perc a szót vagyunk a keletiben. Na, keleti bejáratnál vagyunk. Mindjárt megérkezünk a keletibe. Thank you.
százlábú híd. Itt van szegény kettes tohab. Itt van a szegény kettes tohab. Utasellátó, fekőhelyes és sima a BMZ. 102-es Szilkó. Egy érdekesség, itt a 321-es BTDF vezérlő és egy elég lekopott állapotú VRM. További vagonok. BHV. Mit keres itt BHV? Ez a BHRV? Bocsánat, itt a BHRV. IC plusz. Itt egy pakli kocsi. Ez egy DDB. Pontgyászteres. BMX. És egy gosa a végén, és megérkeztünk. Ez még egy eredeti színezésű gosa. És ez pedig egy német kocsi. Itt a Kálmán Imre Uronite kocsiai. És akkor megérkeztünk. Keleti pályaudvar, végállomás. Na, van egy VIP vendégem. Igen, sziasztok! Róla már készült 2 reakcióvideó, és ő csinálta a 2 ördögi intrót és outrót. Iratkozzatok fel rá! Na és akkor itt el is köszönjük a trolibusszal. Köszönöm a figyelmet, hát nagyon jó, hogy így még a végére Martin befutott, ahogy mondtam, iratkozzatok fel rá, és az őtőle örökölt ördögi autó következik, sziasztok!